És apróságokat kell csak javítani, vagy akár tényleg egy ilyen adott napi forma az, ami mondjuk döntő fontosságú volt. Érkezik közben a vétó, úgyhogy nem kell tovább gondolkoznunk rajta, hogy vajon mi lehet. A tipped olyan szempontból jó volt, hogy ugye te itt szépen le is szűkítetted erre a három pályára, amit a csapatok kiválasztottak, tehát ugye az Infernót nyúkot mondtad, hogy nem, a Vertigo Anubis meg szintén mondtad, hogy nem tartod valószínűnek, úgyhogy elég jól ki tudtad találni, hogy mi a vétó. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy így számoltad, hogy ilyen söntöt fog pikkelni a Heroic? Nem, én azt hittem, hogy Deskett lesz a Decider. Aha, megmondom igen, őszintén, ennek ez volt a véleményem. Az, hogy itt benhagyták a Dusk2-t, na az egy nagyon érdekes gondolatmenet, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire gyakoroltak rá. Bár 15 mapból, 14-ből ugye kerekítettem kicsit, azért lehet nagyon sok mindent hozni azon a mapon, mert hát tudjuk, hogy ezen kívül is még 2 milliószor játszották már. Igen. Egyébként hozzáteszem, hogy valószínűleg itt a Heroicnak egy kicsit komfortosabb dolga lehet, hiszen ugye amennyire sok meccset játszott a Virtus Pro az utóbbi időben, illetve amennyire régen kellett a Heroicnak játszani utoljára az EPL-en, ugye ők gyakorlatilag egy másfél héttel ezelőtt voltak itt utoljára, úgyhogy igazából nekik volt idejük bőven készülni a Virtus Pro-ból. Hát volt, és akkor is kezdhetjük az első mapunkat, méghozzá a szokásos pisztoly körrel, itt Ancient. Lássuk, hogy mit tudnak kihozni ebből a csapatok, hiszen mindenféleképpen lesz valami kötelező. Jönnek egyébként a átámadásra, itt Ámélen keresztül vonulnak befele, szemben lehet, hogy már ott várja őket, és el is kezdődik az abálás. Fém igazán tud előni csak egy-két embert, az is inkább James, gyorsan elfogy egyébként a Heroic. Nagyon hamar lett vége, és ezt a pisztolykört maga biztosan védekezte ki, tehát a Virtus Pro. Hát nagyon-nagyon érdekes volt ez az egész, ugye elsősorban a kerten kempingező duál berettás játékos szemszögéből nézhettük, aki teljesen vak volt. Nem tudom, hogy ott a Heroicosok belenéztek vajon a saját flashükbe, vagy csak ennyire nem adta ki nekik a pisztolyfightokat a játék a többi playerrel szemben, hiszen itt gyakorlatilag két USP-s játékos bedarálta ezt a támadást, és a duál berettás player jóformán bele se tudott szólni, vagy bele se kellett, hogy szóljon igazából ebbe az offenzívába. Szép indítás egyébként a Virtus Pro-tól. Hozzáteszem, hogy amúgy a pisztolyköreik, én amennyire néztem az ő mérkőzéseiket, és hát sajnos, vagy nem sajnos, de jutott belőlük egy pár, a pisztolyköröket általában szépen tudják kezelni, és a problémák nem itt kezdődnek, hanem majd a fegyvereseknél. Igen, így viszont most egyértelműen fegyver advantage-ben dolgoznak, ugye nem forszolt rá a Heroic, viszont az egy érdekes maló, bele is futnak ketten, Fémi pedig egy duplát tud elhozni, ettől függetlenül még visszatudták lőni, és Nerznek egészen jól sikerült ez a dolog. Mindent a fegyvert tesznek, Electronic is elhullik, azért ez már egészen szép helyzet. James viszont a füstön keresztül kicsit beletúrhat, Norbert pedig hátulról érkezik, ám el tudják lőni. Jövel, tesz ezt. Ouch. Szegény Nerz. Tudják jól, hogy ott a füst túloldalán, de inkább letartja, nem. Norbertnek meg volt az előnye, és még ellövi a másikat is. Ennek közvetlenül Kixannak is vége van. És a körnek is. Hát figyelj, erre én azt mondom, hogy ez egy win-win szituáció, mi történik? Igen, még csak kedreggel van, elnézést kérek. Nem baj, nem a beszélünkből élünk, nyugi. Igen, szerencsére csak kommentátor vagyok, tehát ez egyáltalán nem kellemetlen ilyenkor, nem ez a munkám. Úgyhogy igen. Szóval ez egy win-win helyzet volt mindkét csapatnak, mert hogy igazából itt a Heroic fogta magát és glockokkal bement az A-site-ra, még a bombát is lerakták, két fegyvert elvettek, hát ez azt gondolom, hogy több, mint amit egy csapat ilyenkor kívánhat magának, a Virtusnak pedig ott van a második köre, és hát amilyen veszélyesen indult ez a két entry miatt, annyira simán tudták aztán a végét kezelni a történetnek. Most jön az érdekes összecsapás, itt az első fegyveres körről beszélgethetünk, a Heroic részéről érkezik 5 AK, elég sok gránát, ugye az AVP az egyetlen, ami hiányzik, mert hozzáteszem, hogy azért feltétlenül Ancient T-oldalán nem is annyira muszáj fregelni, viszont jó lenne, Electronic duplázik, aztán viszont jön 2 el, az parádé volt, amit Electronic lerakott, és hogyha visszaemlékszünk ott a Falcons elleni mérkőzésre, akkor Electronic ezt a pályát hát nagyon-nagyon éli, és úgy látszik, hogy itt is jól tud nyitni. Az ember előny viszont egy perc elteltével a Heroic ölében landol. Viszont rengeteg időt kell elhasználni akar, hogy átfussanak a mapon. Van még bőven, nem erről van szó. Viszont nagyon tudom, akkor a Virtus Pro-nak nincs feltétlenül fogalma arról, hogy hol érkezhet támadás, hiszen egyelőre mire tartja le, ugyebár James. Itt viszont várakozik a B-rakón, hát ha oda beérkeznek, nézzük a jutikat. Éppenséggel amúgy van. Tehát ennyi utilitivel még a VP-be is meg lehet támadni egy site-ot, lévén, hogy van azért még bőven flash, van smoke, be is jön egy moló. Csak is van smoke-on vagyok én ott a bejárat, viszont Flip már várja őket, ez első megvan. Nézzük a VP-s választ, egyről nem. És ott is van James, hát ugye lőni végül Dextert. 1v1. Ez egy nagyon szép moló, nem tudja lerakni a plantet, viszont nem lövi el végül. Azt hiszem, hogy James
Halt nem tudta ellőni. De James halt meg, ő nem lőtte, oké. Okay. Ah, ugye ez a kedreg, valami van itt a levegőben. Hát ez ilyen, igen, szám valóban sikeresen lehozta ezt az 1v1-et James-mel szemben. Hát, megmondom őszintén, hogy hirtelen, jó most ez nyilván egy fegyveres, de hogyha ilyen meccsünk lesz, akkor én nagyon-nagyon boldog leszek, mert klasszisokkal jobban játszik mindkét csapat, vagy játszott ebben a körben legalábbis mindkét csapat. Fordulatos volt a kör, szoros volt a kör. Hát mondhatjuk, hogy akkor most Big győzött, igaz csak egy nüanszal, hiszen tényleg ott James, hogyha véletlenül be tudja akasztani azt a VP lövést, amire hát lássuk be volt esélye bőven, hiszen nagyon jól használta a utility-ét, akkor most lehetne akár 3-0 is a Virtus Pro-nak. Teszem hozzá, hogy a két elvett fegyver miatt ugye az előző körből, a Glock Echo-ban, hát az anyagi dolgok nem alakulnak annyira jól a VP oldalán, úgyhogy kénytelenek már rögtön itt ideje korán egy ilyen kis gazdaságosabb körbe belevágni, nem vásárolnak igazából semmit. Na jó, egy P2-57, de látjuk, hogy nem lesz tevőleges, hiszen A és mit feleztek keltek. A heroikosok szépen lassan itt becsúsznak B-re, úgyhogy hát ami feladata lehet még a Virtus Pro-nak, hogy megpróbáljanak egy-két fegyvert elvenni. Egyébként hozzáteszem, hogy ehhez is elég pozíción kívül lesznek. Viszont rá lehet robbantani a bankot a heroikra, hogy te is mondod, a fegyver elvétellel azért egészen nagy kárt lehet okozni, hiszen ha megnézed a heroiknak semmi pénze nincsen. A VP-nek pedig amúgy jó vásárlás lesz a következő körben, ettől a körtől teljesen függetlenül. Így igazából a banképítést tudják, viszont baromi jó pozícióban van itt, mert hátba fogja lőni az egész tiért, és senki nem tart le hátba, ketten már meg is haltak, fegyó advantage is van, 3, lehet akár észelhet is, 4 megvan. Már csak egy elektronikot kéne befejeznie, hogy egyedül mondhassa, hogy a körnek által lett vége. Tehát igazából ő volt az egyedül, aki nem volt itt a többiekkel. Jó, hát nyilván nem voltak nehéz harcai ott Nerznek feltétlenül itt a pisztolyokkal szemben, viszont nagyon-nagyon parádés mechanikákat mutatott be a Glockokkal szemben, tehát ha csak az ő egyéni performance-át nézzük, akkor azt lehet rámondani, hogy hát ez igencsak jól nézett ki, és hát ez fegyveres körökben is így megy, akkor felkötheti a gatyást a Virtus Pro. Talán a Nerz ellen nem lesz egyszerű dolguk. És hát ebben a vásárlásban sem lesz egyszerű dolguk. Vásárlás, hát jó indulatúan csúfolom így igazából. Igen. Van itt 2 MP, van itt MP-kre, ez nyilván ott a VP és ott van 2 M4 is, de van itt azért két idézőjelesen gyenge láncszeme a vásárlásnak, nem a Virtus Pro-nak. Erre azért oda kell figyelni. Igen. Hát ugye meglátjuk, az a VP-t beakadhat egyébként, Dexter közvetlenül szembe van James-mel, és aki, az nincs meg ez a lövés, és ez sem, de megvan. Dexter meghalt. Akkor ezt a AVP párbajt igazából nyerte a Virtus Pro, sőt! Mekkorát lőtt vissza itt egyébként, ennek köszönhetően azért bőven volt SS-nek egy jó lehetősége. 4v4. De a VP még megvan a Virtus Pro-nál szemben a heroikkal, ahol nincs. Égnek közben a Molik ugyebár itt Punk bejáratánál, viszont a Virtus Pro azt nem eszi meg. És átrotálnak B-re, ahol várják az ellenfelet, akik egyébként, ha jól tudom, akkor kév környékén orientálódnak, emellett pedig kim vannak titánál. Duelt nyerni itt vagyom. Jönnek be a smoke-ok, rögtön 2. És ezzel viszont long is el van füstölve, és short is el van füstölve. Át kell tolni lassan a füstöt, különben baj lesz. Végbe menekülnek, nincs meg ez a tag, ez nem lett jól kihasználva, Nerz sem tud előni senkit végül. És most hal meg az első áldozat ebben a 4v4-ben, Flit volt az, aki feladta az egészet. Viszont ezt úgy látom a Virtus Pro már kimenti. Hát igen, az a baj, hogy a pozícióik nem nagyon vannak, hogy rápróbáljanak a rittékre és így ember hátrányból meg rámenni. Teljes vakvágányba vezethet, sőt a legjobb esély arra van, hogy nem igazán alakulna sikeresen az a ritték, úgyhogy egyébként ez egy valid és érthető döntés a Virtus Pro-tól. Az már viszont kevésbé, hogy Fém ennek ellenére miért próbál exit frageket lőni, mert nyilván a terve az lett volna, hogy esetleg elvesz egy kalát, azt még ki is menti, de hát lássuk be, hogy azért az UMP-vel nem feltétlenül olyan egyszerű az AK-k ellen csatába menni, és hát evidens volt, hogy azért nem egyedül fog érkezni itt egy heroikos játékos, hiszen senki nem foglalt ki tőlük ugye ott backlane-re, hiszen a hosszú és a rövid füst az ő útjukat is elállta, úgyhogy
nem tudom, igazából ennek így kellett történni, hogy ott legalább 4 heroikus játékos megjelenik, egy szálló MP-vel, hát szerintem nem a legjobb döntés. Itt csak 2 kimentett fegyvere marad a Virtus Pro-nak, és ha jól hallom, már csattan is az első taktikai időkérés Jamie-k részéről, és bizony van is mit átbeszélni. Azt ugye fontos még megemlíteni talán, hogy az ilyen időkéréseknél coachra jelen pillanatban a Virtus Pro nem támaszkodhat. Nyilván akik követték már a csoportkört, azok sokadjára hallják ezt az információt, de ugye volt egy coach csere a Virtus Pro-nál, és nem adták le az új coachot emiatt időben, idézőjelesen, és gyakorlatilag most itt az 5 player csak egymásra tud jelenleg támaszkodni, amikor úgy döntenek, hogy időt kérnek, és szeretnének valamit átbeszélni. Hát még az is lehet, hogy most egyébként inkább az anyagiakról esett szó jelen pillanatban, hogy hogyan kezeljék ezt a mostani vásárlást, ami egy kis fél bájocska igazából. Hát 3 darab P250 ugye a kimentett fegyverek mellé, és egy gyors árás készül itt a Heroiktól. Igen. A Virtus.pro-nak az ekonomia nem annyira erős, lévén, hogy az előző kör sem volt ugye full buy gyakorlatilag, miközben már bent vannak egyébként, és el is lehet lőni egyet. Ettől függetlenül a visszalövés is megtörténik egészen szépen, ugyanis Tessex tudta ezt befejezni. Hiányzik egy játékos a védelemből, és már megvan a rakó is, és lent van a bomba is. Ráadásul elektronikedett még ég a ház is, fel van, mert be van füstölve a bejárat, tehát elektronik is kap egyet, és végül füstön keresztül tudja befejezni őt. Hát, ez a 3v4-es riték megint nagyon necces, elég esélytelen, ha nem talál egy lövésgém valahol. Ja, ennek vége. Ki kell hozni teljes értékben. Na lássuk, lesz exit frag. Ám én felé menekül egyébként itt a Heroik, viszont meg lehet, hogy bár ez egész szép, az ugrás megvan egy amúgy, és így le lehetett lőni valakit. Viszont kijött egy M4, és kijött egy VP. Nem olyan rossz kör ez a Virtus Pro-nak. Valóban egész okésan tudtak így fegyvereket elvenni a végére azzal a második killel, tehát nagyjából azt kell leszűrni az ilyen szituációkból, hogy ha 2 fegyvert elvesznek, akkor azzal ugye nagyjából ilyen 0 körül tudják tartani a Heroiknak a bank építését. Nagyon minimálisan azért valamennyit lehet építgetni, főleg egy ilyen gyors kör után, tehát ilyenkor nyilván nem dobál el annyi utilityt az ember, és kevesebbet kell újra vásárolni. Ha már 3 fegyvert buksz, akkor az már mínusz. Ez ugye nem történt meg, úgyhogy azért látjuk itt, hogy szépen lassan ilyen 6-7-8 ezrek is vannak akár a Heroikos zsebekben. Úgyhogy hiába 1-2 bukott kör, főleg ha még bombát is raknak, akkor még elég sokáig lehet vásárlása egyébként Kixanéknak. Tempót vált a Virtus Pro, és megpróbálják letékelni a rámpát, ami több-kevesebb sikerrel történik, csak meg aztán vissza is kell húzódni a 4v4 miatt egy 1-1-es embercserét követően. A Heroik viszont időközben elég temposan megindult itt közép fele, Nerc pedig nagyon gondolkozik rajta, hogy áttolja azt a fánk füstöt. Electronic riagrózza közben a kévet, kellett az információ, és nem csak információ, hanem egy ember előny lett belőle, aztán viszont Dexter és Nerc változtatnak ezen. Nerc viszont ezt most egy kicsit lehet, hogy túljátsza itt. A bomba nagyon messze egyelőre, és bizony itt nincsen trade lehetőség. 2v2, ez nagyon-nagyon patika jelen pillanatban a Virtus Pro-nak. Dexter marad 1v2-ben, ugyan mindkét játékosról van információja, de annyira messze van, hogy ezt nehéz lesz használni. Ez így van, viszont ők sem tudják, hogy ő merre van. Ha jól látom, abszolút a B-rakót próbálják védeni, ráadásul bombája is van, és ha be tudja vinni az árakóra a bombát, akkor azzal a VP-vel még amúgy meg is tudja védeni 2 1v1-ben, ugyanis ha megnézem, egyetlen egy flash van a CT-knél, Dexternek pedig egy molója van, amivel védheti a rakót, nincs senki itt, egy kis bait a fegyvereldobással, majd pedig le. Lecserélte AK-ra, tehát akkor inkább gunfightokban akar nyerni. És most az a baj, hogy nem tudja, merre fognak jönni. Hova kell kidobni a molit? Ez itt a kérdés. Hova kéne kidobni? Szerintem amúgy fán környékére. Ott jöhetnek be, és ott is próbálkoznak bejönni. Meg kell tartani a bombára szerintem, és ez most jó elképzelés olyan szempontból, hogy amúgy nincsen füst a Virtus Pro játékosoknál. Egy megvan, és megvan az info a másik playerről, és meg sem tudom, hogy a fém. Heroik nyerte. Ez vagy nem? Erre szerintem nincs idő. Van? Nincs. Nem. Igen, érték. Jó. Mondja, a legjobb érzés ebben a játékban, amikor pont ilyen nüanszokon múlik, hogy megvan-e a bomba diffuse, de elveszted a gunfightot, de már megcsináltad a kört 1v2-ben, tehát ez csodálatos. Hát igen, mondjuk nyilván ez egy olyan történet, hogy
hát hiába lősz kettőt, hogyha igazából már nincsen időd, ott nem biztos, hogy a védekező, mármint hogy a T-játékos hibázott, hiszen nyilván ugye Dexter most azért nézett ki ennyire határozottabb, hogy tudta, hogy ha harcol vele egy picit, akkor azzal már annyira fel tudja tartani, hogy ne legyen igen esélye igazából a sikeres diffuse-ra. No, egy-egyes embercsere, közben egyébként egy picit belenézhettünk a párhuzamos mérkőzésbe, a Big és The Mongols, egyelőre a Big vezet igen erőteljesen Technoék ellen, aztán hát én azért a mongolokat annyira nem féltem, úgy mint Dexter, ő elég csúnyán belenézett itt Flit célkeresztjébe, abszolút nem számított rá egyébként, hogy még egy Virtus Pro-s játékos viszonylag agresszívan elő lehet itt a környékén, viszont amire visszakapta szerintem... Visszakapta az előzőkért. Igen, igen. Amire viszont szerintem a Virtus Pro nem számít, az az, hogy kitán itt ellopakodott árakon mögé. Találkozni nagyon senkivel nem fog, hiszen a legközelebb ehhez a szájthoz Fém áll, és ő is Donátban kempingezik kint. Úgyhogy ez még itt lehet veszélyes amúgy a Heroiknak, hiába Kixannak a jó pozíciója, hogy Fém esetleg tud duplázni, egy megvan, és megvan az információja a következő játékosra, hogy számít rá egyébként, hogy valaki lehet árakon? Nem számít rá, megvan a trade. Most viszont akkor így eladta a pozícióját már Kixan is, és Jane pedig időben ideért, hogy ritéke, az igen! Az szép! Nem szórakozott sokat. Kixannak ebben a pozícióban szerintem több volt, oké, hogy egy embert hátba tudott lőni, de utána már nem sikerült megtartani az árakót semmilyen szinten. Itt pedig akkor a Virtus Pro végül tud egy kört elhozni mégiscsak. Ez egy gyönyörű szép lövés volt alapvetően James-től. Nem pedig azt mondja, hogy jó van. Akkor Fristen keresztül még egyet behoztunk. És megérkezik a Heroic-től is ez. Nem! Nem, Virtus Pro! Wow! És szintem a Heroic timeout lesz. Nincs pénz, szerintem azért. Nem tudják, hogy mit vegyenek, hiába a nyert kör. Nagyon-nagyon alacsony a bank a Virtus Pro-nál, és most ezt valahogy meg kell oldani. Na, imádom az üres széket még mindig a VP-nél. Itt mondjuk, hogy nincs kö, van kócsuk, csak láthatatlan. Kézfogás, azt figyelt! Hol van az öklös pacsi? Láthatatlan kócs, ez nem tudom mennyire lesz szabályos amúgy. Az etemém, vagy... Hogy figyeli, hogy beszél a játékosokhoz, vagy amúgy ki látszott, az nem hallhatatlan, ugye? Tehát, nem, érted? Tehát lehet hallani. Igen, lehet. Lehet. Csodás ez a magyar nyelv. Igen. Ezen pedig megindul akkor a következő kör. Amúgy viszont... Oké, szóval amit mondtak az, hogy abban a körről körre játékot, és nézzük meg mi van akkor, hogy egy kicsit taktikusabban játszunk. Illetve hát a Have Those Balls az egy kicsit nehéz lenne magyarosítani. Maradjuk annyiban, hogy játszunk agresszívabban, inkább ezt jelenti. Vállaljuk be a rincses szitukat. Ó, hát... Flit is bevállalta a netes szitut. Nem tudom, hogy miért átsorognak ennyire szívesen itt Ninja és alapkörnyékére, amikor nagyjából harmadjára büntetik meg ezt egyébként így a Heroikusok falon keresztül. Nekem már biztos nem lenne kedve modálni, de örülök neki, hogy ennyire vállalkozó szelleműek a Virtus Pro-s játékosok. Electronic úgy szintén vállalkozó szellemű itt a püst szélén, és ez ki is fizetődik. Tessz, abszolút nem számított rá, hogy valaki ezt megengedi magának. Mert nem neked, hanem... Ne, én ebben nem megyek bele. Ebben nem. Én az az ember vagyok, aki ebben nem hajlandó belemenni. Ebben a poénban. Hát. Na, taktika ide, taktika oda igazándiból. Ott az A-side környékén úgy látom, hogy Nerz megint eljátsza azt, amit Kixan ugye az előző körbe. Kixan Red Roomból érkezett, Nerz pedig itt A-mainből osont be, és hát egy elég előre tolt pozíciót foglal magának most, hogy többiek is elkezdenek közelebb érni, elkezd még inkább befele kacsingatni, és valamiért egyébként a Virtus Pro-sok nem nagyon foglalkoznak itt az A-site-tal jelenleg, majd most nyilván a füst eladja ezt a pozíciót. James lesz itt a legközelebb, van nála egy gránát, hogy kirobbantsa a füstet, egyelőre viszont még egy picit vár a csapattársára, illetve inkább a bomba plantre, amit el is tud így lőni. Kiváló timing James-től, nagyon szép játék, csak úgy, mint Nerz-től. Van egy trade, de még mindig ember előnyben a Heroic, és telik az idő, és ez már nem nekik dolgozik. Norbert lekapcsolja a bomba plantot, és ez egy újabb nyert kör. Hát igazából a maga biztos négy játék nyerte meg a Virtus Pro-nak ezt az egészet. Tehát az, hogy kirobbantja a füstöt, hogy aztán önmagával lője át a VP-n ugye a plantelő játékos, nagyon szép volt. Meg hát persze semmi nem garantált, hogy nem tartják a másik oldalról fedezve a társat. De hát ezt pontosan így kellett csinálni. És utána volt még egy néd, ami két embert fél HP-zott egyébként, ha megnézted. Berobbant egy. Na, a Virtus Pro éledezik. És tudod mi a durva? Nem látom azt, hogy a Virtus Pro-s lassú játékot játszál. Persze CT oldalról nekik reagálni kell.
inkább, de akkor is egészen aktív és gyors körök vannak. Igen, itt a CT oldaluk talán az lett egy picit a szerencse, hogy ahogy lát, most ezt nem tudom, hogy egy kis karakterfejlődése tulajdonképpen, de mintha engednék elektronikot jobban játszani ezekbe az olyan szituációkban, amikor úgy leül egy picit a játék, és kell valamit kezdeményezni. És ugye ezt láthattuk most Cave-ben is, és szerintem ez volt az, ami a Falcons ellen is nagyon sok esetben meghozta nekik a sikert. Remélem, hogy fogom látni a többi pályán is, mert megmondom őszintén, hogy én nagyon-nagyon sok reményt fűztem ez a Virtus Prohoz, amikor Electronic idejött. Ő egy igazán agresszív, nagyon-nagyon sok területet és nagyon sok fightot megnyerő játékos, viszont én úgy érzem, hogy ezt a Virtus Pro nem ki sok esetben kellőképpen. Uff. Itt viszont a jó pozíciót érvényesíti, és hát kellőképpen jól tette. Egy dupla nyitót köszönhet neki most a csapata. Nyilván egy Echo körről beszélünk, azért is sztorizgatok itt ennyire nyugodtan. Egyenlíteni fog a Virtus Pro kisvertetve, és jöhet majd a következő körben a vásárlás. Egy picit visszakanyarodva még a gondolatmenetre. Bízom benne, hogy Electronicot elkezdik egy kicsit aktívabban használni egyébként a többi pályán is, mert azt látom, hogy egyrészt neki nagyon jól áll ez a játékstílus, és amit mondasz, hogy ezáltal nem tűnik annyira ücsörgősnek a Virtus Pro játéka. Igen. Nyilván nem feltétlenül van baj az ücsörgése, amit nézők nem szeretik, meg talán sokszor mi sem, de hogyha effektív, akkor effektív. Viszont én azt láttam az utóbbi időben a Virtus Pro-nál, hogy nem igazán jött össze se a gyorsabb, se a lassabb tempójú játékuk. Nagyon a legutóbb is azt láttuk, amikor néztük őket, hogy boostolgattak, meg próbáltak ugye találni entry-ket, hozták ki az utility-ket, és nézzük, már most entry-zik Electronic CT oldalról, teljes agresszívan tolják mindent, és belenyomnak elbóba egy gunfight-ot. Ettől függetlenül meghal az egész Heroic, és konkrétan a Virtus Pro-ra nyomul a támadó oldalra. Dexter ott áll a VP-ben szemben fémmel, üzlöm még egyszer, elbóban. Oké, hogy most már eltelt 40 másodperc a körből, de a 10. másodpercre is ott fájtaltak, tehát egészen elképesztően agresszívan tolják ki. Mert egyébként ez ugye szokás, én sem tudom, hogy kirohannak egyébként mit kontroll tartani a CT-sek, de a Virtus Pro-tól nem ez volt a jellemző eddig. Igen, és hozzá kell tegyem, hogy nem csak a középvédelem végez remek munkát ilyen szempontból, elsősorban ott Electronic ugyebár, aki sok esetben megjelenik fémmel karöltve, de hát mint láthatjuk, inkább talán Electronic az, aki most egy picit úgy a vállára veszi azt a középvédelmet, legalábbis a fregek tekintetében, és nyilván ehhez kell neki megfelelő support. De ami még nagyon-nagyon fontos, hogy emellett Flit remek munkát végez amúgy Cave-ben is, ahogy láthatod, itt Rampán most kevésbé ebben a körben, de az ugye nagyon fontos történet. Na állj, ez egy 2v2, és ez még hozható, esküszöm visszatérek a gondolatmenetemre, de ez most nagyon jól néz ki egyelőre a Heroic-nak, amennyire sikeresen nem indított a Virtus Pro. Jim! Az kötelező volt. Ha ott elhibázza, akkor vége az egész körüknek. Hát Dexternek innentől kezdve nem lesz egyszerű dolga, bár amúgy megint megadják neki az 1v2-t, és Jim inkább elrotál B-re, valamiért azt gondolja, hogy itt a érkező bombás ennyi játékos volt. Az... inkább a B-rakó fele orientálódni, Dexter pedig megjátsza itt a füstjét, ez még meglepő is lehet. Elég bevállalós játék, ha már ugye a Comzon ezt kérték, csak közben ellépi, és ezt már biztos, hogy hallott a Norbert. Na, ez innentől kezdve ciki. És Jim nem hibázik az AWP-ben. Hát igen. Na, főleg nem tudom, hogy mennyire volt taktika, hogy direkt elléptem, mint hogyha már mehet máshova. És megpróbált rájuk píkelni, de hát VP-vel szemben az egy öngyilkosság gyakorlatilag. Főleg 1v2-ben. Hát ezt most nem sikerült összehozni. Én szerintem azért nem volt taktik, mert hogy tudnia kellett, hogy a Jamenél AWP. Na most, hogy igen. Tehát ugye egy ilyen 1v2 ritékben, ugye az AWP mellett ott lesz a másik rifler is, tehát ahogy mondod igazából az, hogy ott kipíkel, rögtön két játékossal kell farkas szemet nézni, úgyhogy jó kérdés. Amúgy majdnem elkapta a timingot, mert ott Norbert elkezdett valami utival hadonászni. Hát figyelj, nehéz. Én nem így csináltam volna, az biztos, de lehet, hogy tényleg az volt Dexter fejében, amit mondasz. Na, akkor lássuk a 12. kört, ahol egyelőre megoszlik a Heroic támadása. A Virtus Pro pedig most nem rohan ki olyan agresszívan lévő, hogy lefüstölték mindet. Vagy hát inkább indó volt. Gondoltak rá, hogy itt ebből lesz probléma megint. És most a Heroic megy fel egy kicsit agresszívan a környékén területeket foglalni, csak hogy a VP pontosan ott van velük szemben. Oda dugta el a VP. Ugye már ez a kérdés, hogy hol találják meg. Nem sikerül ellőni, itt most teszesznek senkit, Jane viszont az ellenfét, és így pedig menekülni kell a mainból, tudják, hogy hol a VP-t. Tehát tényleg ezt keresték, ez agresszív támadás, hogy B vagy A, hol bukták ezt a VP-t. Rengeteg irányba, viszont Flit pontosan ezt lia. Az viszont egy egészen impozáns füst, Flit itt nem lát semmit. Inéd elé inkább, na lássuk.
Hát és most nem neki sikerül, de most Kixar rendesen belelőtt. Az előbb ugye összehozták ezt, azt hiszem az Jane volt. És ugye VP-vel. És figyelj csak, szerintem ez a kör, ez nem biztos, hogy beszélytelen itt a híróik részéről. Ugye az előbb egy dupla ember hátrányos szituációt majdnem megoldottak, most szerintem még jobb kis a pozícióik erre a eshetőségre. Van viszont még egy moló, és ráadásul egy T-moló a földről. Az elég nagy területet éget, és elég sokat sebez, de Dexter Galilea úgy szintén Norbert-tel tud elbánni. Electronic érkezik, van ott még egy moló, az viszont nem tökéletes. Kixan ki tudja szedni Electronicot is. Kixan hatalmas körön van. Nagyon fontos killeket szerez csapatának, de ebben a 2v2-ben ez a HP és ez a területmennyiség, amivel a Heroic rendelkezik, nem lesz elégséges. Fém, megérkezik hátból, Nerszről pedig megvan az info, hogy merre. Ki tud táncikálni, ez mondjuk még jó lehet. És James csak egy pisztollyal érkezik befele, most vált a VP-re, érkezik Fém is, Fém elbukja a gunfightot Nerccel szemben. James vált megint a pisztolyra, nagyon kevés HP-ja van Nerccnek, táncol, próbálja az időt húzni, aztán viszont James befejezi a kört. Szép. És lesz idő is a Diffuse-ra, ezúttal 7-5-re nyeri meg a fél időt a Virtus Pro. Egy eléggé jó kis játékot tudtak ők demonstrálni, mind taktikailag, mind egyénileg. Engem megleptek egyébként, viszont a problémákat támadó oldalukkal szokott inkább, vagy a támadó oldalukon szokott előfordulni inkább ezen a pályán, amit egy 2 perces szünetet követően láthatunk majd. Did he has it? Yeah, I think so. Probably my bad. It's fine. Fucking nice try, Abdul. I think you got it. Because I thought that he doesn't has it if I pick. Fucking nice, Abdul. Good job. Good job.
egész jó volt a hangulat, igaz, Kocs? Igen. Ment itt a szórakozás rendesen. Mondjuk azért volt egy-két my bad, ami olyan... Hát hogy is mondjam, nem az a my bad, amikor itt tudod ilyen... Jó, azt elrontottam, de van következő kör, hanem inkább egy kicsit ez az ilyen szomorúbb, ez a... basszus, igen. Ezt most hogy nagyon elszúrtam. Igen. Az azért annyira nem szerencsés. Na nézzük a pisztolykört. Az elsőt ugye a VP-t tudta hozni, igazából a Kinda maga biztosan. Hát lássuk, hogy tudnak-e támadni. Ugye ha bebukják a pisztolykört, akkor pusztán annyi történik, hogy valószínűleg a Heroic kiegyenlít. A második kör az ritkán történik meg, kivéve ha lerakják a bombát. Egyelőre a Virtus Pro nem csinál semmit. Egy perc elment, most dobnak be, készítik fel az árakót azért. Hát ha meg lesz ebből valami, nagyon jó kezdés. És a második is beakadhatna, viszont egyelőre ott van Dexter, intézi mindenkit a dual Berettával. Viszont Bartyban azért ezt visszalőtték, és ugye ott a Dexter is meghal. Barbertnek is lesz ellek, Fémet is befejezik, és ez egyik észre laza kör volt védőből. Hát nagyjából lehetett is borítékolni, hogy valami ilyesmi forgatókönyv lesz, hiszen a Heroic gyönyörű szépen felállt egy áttámadás ellen, valószínűleg elvégezték a házi feladatot, és tudták, hogy a Virtus Pro merre szeretne menni, a Virtus Pro pedig nem változtatott ezen az elképzelésen, és belesétáltak a csapdába. Nyilvánvalóan persze a pisztolykör borzasztó random, tehát bármikor tartalmazhatta volna magában azt, hogy hirtelen véletlenül a Virtus Pro játékosok megindulnak egy egyéni teljesítménnyel, és ennek ellenére lelövik ezt a stacket, de hát azért maradjunk annyiban így a realitás talaján, hogy jól előkészítette igazából a saját sikerét erre a körre a Heroic. Igen, ez így fedi a valóságot. Na nézzük. Hát egy echo kör. Ez mindig a kicsit a beszélgetősebb dolog, de a VP még így sem nyomja meg agresszívan a támadást. Úgy tűnik, hogy ragaszkodnak a saját játékstílusukhoz és lassú köröket láthatunk. Az első egy percben igazából UTT elhasználás látható. Nagyon más nem. Tudom, M4-et vettek, amire volt pénz, legalábbis a nagy fegyverek közül. Itt. Megint ugyanaz a site. Main. Mint megpróbál a VP. Van itt két játék a Heroicnak, bár nyilván nem a Glock Echo-t szeretné megnyerni a Virtus Pro, viszont a bombát biztosan szeretnék lerakni. Igen. Legyen pénz. És necces lesz a történet. Bár egyébként Dexternél csak egy P250 van, hogy mindenképp tudjon VP-zni már a következő körben. Ez a szélusnál nem. Igen. Aki entrizett itt jelenleg, ő is itt van a védő szájdon. Na lássuk, mikor érkezik be a VP? Bemegy oda egy füst, itt pánkból nem lehet tartani őket. Dexter most fogja meglátni őket, nem sikerül, viszont egy megvan, kettő, három. Jus. Ebből ész is lehet. Nem láttam kilőttel az utolsót. Szerintem ott a Red Room-os játék is érkezett meg a rotáción. Minden esetre Sius, ha csak egy 4K-t lőtt, akkor is a munka nagy részét elvégezte itt a csapatának. Nyilván ez egy könnyű kör volt még, most jön a nehezebbik része a történetnek, a Virtus Pro első vásárlásáról beszélhetünk itt a T oldalon. Viszont Dexternél ott lesz az AWP, ahogy említettem. Igaz, csak egy kis kevóval, és ez olyan szempontból veszélyes lehet, hogy bár van 3 AK Virtus Pro-nál, ami ugye nagy kevóra is rögtön ölne, viszont van ott 2 Galil is, ami által igazából Dexter még nagyobb veszélybe kerülhet idézőjelesen. Mert az alapvetőhöz képest, de gyors rámpaték itt Kixanéktól, és Norbert el lesz a csapattársától szeparálva, hiszen ott egy oltófüstöt kidobott magának a kör elején még Flit. Az a szerencséje Norbertnek, hogy végül nem ragaszkodik ehhez a rampa agróhoz Kixan és brigádja. Meglátta. Szebb lépnek inkább. Valóban volt egy kis kontaktolgatás, bár egyébként HP veszteséget ez nem okozott, Norbert előtte kapott egy keveset. Akkor megy a támadás tovább. Egyelőre banán környékéről, viszont egy egészen szép túrás a falban. Sok HP-t veszített ebből ugyebár teszesz. Most pedig lehet egy kontakt akár csítában. Le lehet smoke-olni a bejáratot banánnál, és már nőtt tartja őket le, viszont Norbert vissza tudja őt lőni. És ezzel a rakót lassan megszerzi. A Virtus Pro le is kerül a bomba, a kéves játékosok nem tudnak még kipikelni innen, hiszen várni kell a többieket, hogy meglegyen a teljes bekerítés. Ez az, amit Frit megakadályozhat, ha nyeri a gunfightot. Jaj, de jó a timing a Fritnek. Nem arra néz. Frit azonnal be tud lőni egyet. Most kell megnézni, és most mit tud itt csinálni. Most érkezik be mögéjük. Viszont a bomba lent van, és nagyon sok idő. Ezt meg ki kell hozni a Heroicnak. Bizony.
gyakorlatilag itt a kisebbik örömük az az lehet, hogy AK-t is sikerül szévelni az LVP mellett, és úgy így még lehet vásárlásuk is a következő körre, bár kérdés, hogy mennyire akarnak belemenni, úgyhogy Kixánál és Tessesnél egyébként nem lesznek túl jó pénzek. Lehet, hogy az AK megléte miatt egyébként megpróbálnak mégiscsak mellé forszolni, ezt majd kisvártatva meglátjuk. Egyébként megint jó lóra tett tulajdonképp a Heroic. Több embert mozgósítottak itt a B-rakó fele, és Nerc is nagyon szépen spammelte a füstöt. Egyébként, hogyha egy fél timinggal hamarabb kezd el lőni, akkor az valószínűleg kapásból egy dupla neki. Így is egyébként egy és egy háromnegyed játékos le tudott szedni. Hát ott a hatalmas pehje az volt a Heroicnak. Flit nem csak remek pozíciót, hanem remek timingot is választott magának. És érkezik valóban a vásárlás a Heroic-tól. Nem is olyan rossz ráadásra, hogy tudott az egyik játékos egy M4-et is dobni, úgyhogy egyetlen egy MP9 az, ami így a leggyengébb lánceme tulajdonképpen ennek a Heroicnak fegyverzet tekintetében. Na meg hát a utility, tehát hogy lényegesen kevesebb gránátjuk van, mint a Virtus Pro-nak, és ez még lehet, hogy meg fogja bosszulni önmagát. Egyelőre viszont egy elég lassú, alapozós játék a Virtus Pro-tól, és örülök neki, hogy ebből is látunk ilyen sikeresebb kivitelezéseket, mert hogyha visszaemlékszünk a Falcons elleni mérkőzésre, akkor ott említettük is, hogy gyakorlatilag folyamatosan az agresszív, lobbanékony játékkal próbálkozik a Virtus Pro, abszolút nem működik, és aztán utána így a félidő második felére próbálkoztak meg azzal, hogy szépen lassan elkezdtek alapozni, és hát az sem volt túl sikeres, tehát a CT oldaluk volt az, ami végül megmentette őket, ugye a bajtól. De most azt látni, hogy igen, de most azt látni, hogy legalább az, ez az alapozós, lassabb játék stílus, ez most itt szépen adja nekik a trükköket. Pontosan. Megpróbálnak beérkezni ugye Tessesz oldaláról, aki viszont rögtön vissza is van a rakóra, nem sikerül áttúrni ott a dobozt. Mindenki a B oldal támadja, és egyelőre ott... Jó, és azt hát, a stack-et nézd a Heroic-tól. Látom, rögtön beállnak ebbe a négyzet formába B-re, és ott lehet majd egy kisebb bulika. Be vannak oda ragadva, hogy a lénbe, Vári és Dexter az azonnal egy píkerű játékos, aki Norbert lesz valószínűleg, és Dexter nem hibázza el. Viszont nem tudja egyébként Kixán visszalőni őket, és Dexternek még egy lehetősége van ezúttal, viszont elég elkezdenek fogni a játékosok. Úgy látom, hogy már csak 2v2 van, és a rakóra beérkezik a T-hol, jön egy 4. Ez nem robbantja fel, hogy ez, aki viszont nem tudja ellőni a plentelő játékos, mert rossz helyen lövi. És jön itt kifele, lehet, hogy banánban találkozó. Csúcsnak nagyon jó a timing, a Jane azonnal lelőheti, és így bukik el a VP. Itt pedig most nagyon jó lehetőség van a Flit végig gunfightot megnyerni. Most pedig hogy pontosan tudják, hogy hol vannak, ott a néd! Flit verik végige. Oké, ezt megint megoldott egyébként a CT team. És végre kanyarodunk a rendes mérkőzésünkre. Imádom. Oh. És ez egy döntőnek tűnt. Igen, de legalábbis pontos labda lehetett. Parádé egyébként a mérkőzés. Annak ellenére, hogy a Heroic remekül olvassa a játékát a Virtus Pro-nak, valahogy nem tudják annyira megvetni a lábukat, és hát inkább az egyéni teljesítmények, ugye most Kixán volt az, aki ott a VP lövés után kinézett hosszúról, és hát igazából sebzést is alig-alig tudott csak kiosztani, rögtön visszahalt. És hát megmondom őszintén, hogy most az előző kört éppen hogy elbukta a Heroic, a most, mert hogy az előző előtti kört éppen hogy elbukta a Heroic, az előző kört éppen hogy megnyerték. Ezek az éppen hogyok általában a CT oldal gazdaságának szoktak jobban fájni, úgyhogy hiába a jó read, hogyha nincsen jó befejezés elé, akkor itt még lehet bajban a Heroic. Bizony, lehetnek. De egyelőre azért látszik, hogy a saját mapjukon is a Virtus Pro relatív jól játszik. Mármint úgy értem, hogy a Heroicnek a mapján. Ugyanis 8-8. És T oldalban ezt meg lehet csinálni, én úgy érzem. Nem látok akkor a különbséget a két team között. Pedig mondtad, hogy jól olvassák a játékot, ez teljesen jogos. De vannak olyan körök, amiket a Virtus Pro pedig csak szimplán erőből képes megnyerni. Ez igen. A kör most azért nem teljes fegyverzettel, de relatív sok fegyverrel fog lemenni. És sok utility-vel is, ezek repülnek ki minden felé. Miközben a CT-nél már csak három granát van. Ó, egy jó kezdés amúgy, sőt egy dupla. Norbert sem tudja visszalőni egyébként. Ettől függetlenül Nerc elhullik Jane kezei által. Majd pedig sős még egyet lő. Most már csak az a kérdés, hogy 2v4-ben tud-e bármit csinálni még itt a Virtus Pro, vagy mentik ezt az egészet. Amúgy elég agresszívan lépnek fel, ugyanis fém. Gyakorlatilag bent van a kezdőn, CT kezdőn. Jaj, de Flit. Rá is lövi egyébként, és ebben egyébként végül Tessesz is egészen szépen tud hozni. Majd pedig befejezik, a Heroic tehát elhúz. Hát igen, ez a válveregetés ez nagyon jár susnak. Ismét nagyon jó volt a read.
egyébként a Heroic részéről, és most végre megérkezett a tűzerő is, Jussba sétált vele itt a Virtus Pro, és hát gyakorlatilag egy olyan triplát rakott le a dán fiatalember, hogy kettes KD-n jár, és 20 kill-je van, tehát nem úgy kettes KD, hogy nem tudom, ücsörög a körökben, és soha nem hal meg, és nem 8-4-be van, hanem temérdek módon gyártja itt a fregeket. Átveszi a vezetést a Heroic ismételten, és hát igazából ez két körre is növelhetik, mert mint hogy a körkülönbséget, hiszen egy Echo érkezik a Virtus Pro-tól, Electronic viszont, óhó, és most itt tesz ezt túljátsza magát. Hát ez nagyon-nagyon gáz. Most Dexter tud egy kicsit szépíteni, viszont a Virtus Pro arra megy, amerre szeretne, hirtelen annyira meg kellett moccannia itt a Heroicnak. Dexter, na ne idegesítsél. Mik azok a HP-k? Electronic 5, Norbert 3, de nem esnek össze. És kihozzák a VP-t, legalábbis Norbert az oda került. Amivel ugye mindegy mennyi HP-d van, mert ha lősz, akkor meg vagy, ha nem, akkor meg, hát akkor ez van. Igen. Akkor az AK-ba fognak elfejelni. Ez valóban így, hát és nem lesz itt kétkörös előny, tehát ezt a 4v2-t el tudja herdálni természetesen a Virtus Pro, de hogy a Heroic nem fogja megnyerni, abban is biztos vagyok. Igazából fejes volt, tessék! Nincs oda! Ott a herdálás, amit kértél. Ajaj. Ajajaj, és nézd oda Kixa, jó, nem fogja utolérni fémet. Viszont Jamet pont lelőheti a bombával, és akkor már Sus is tud rotálni a megfelelő pozícióba, nem veszi észre. Nem hiszem el, viszont bemegy mögéjük. Hát, reméljük mögéjük megy, vagy hát igazából nekem mindegy. Ott van, látta! Most már látja. Ez nem igaz. Megvan az info. Jamet nem fog megfogni, nála van a nét, nála van a nét, egy megvan, kettő, megvan, észt nem hiszem el. Mit fordít meg a Heroic? És ez egy Echo kör volt. Wow. Megint Virtus Pro. Pillanatig úgy tűnt, hogy itt bőven szorosra tehetik a late game-et. Azt a mindenit. Senki nem tartotta a hátukat amúgy. Hát megmondom őszintén, hogy itt Tessess hibázta a legnagyobbat. Tehát az, hogy Electronic kijött minden és meglepett egy játékost, oké, végül is arra is lehet mondani, hogy ez a közepes player is számíthatott volna rá, hogy egy Echo körbe bármit megengedhet magának a Virtus Pro, és kell is valamit csinálniuk, közben nagyon szép a nyitós Jusstól is ismételten. De az, hogy Tessess ott kézből ilyen felelőtlenül kinézett, hát az nem nagyon fért bele a dologba. Picit kompenzál Flittet, szedi most le Tessess. Jane viszont tud válaszolni középen, és nem csak visszalövi egyszeres ember hátrányba ezzel csapatát, hanem elég nagy területet nyit meg maguk előtt Miden. Kettő a kettőre védekezik a Heroic jelen pillanatban. Dexter AWP egyébként továbbra is B-rakó fele, nagyon sokat játszik erre Dexter az AWP-vel, és egyébként elég sokat támadott is erre a Virtus Pro. Jamenek viszont most más elképzelései vannak, és odarendeli a harmadik játékost is maguk mögé középre. Az a kérdés, hogy Norbert csatlakozik-e a brigádhoz, vagy visszasétál Áménre esetlegesen, amit viszont már Nerctól kifele szépen lassan. De jó lehet megint ez a play a Heroic-tól. Viszont ahogy mondtad te is, ezért az egyéni erő sokszor inkább a Virtus Pro-nál van meg, úgyhogy hiába a jó taktika, hogyha nem tudod belőni az ellenfeleket, akkor igazából oly mindegy. Ó, Kixen a legrosszabb pillanatban mozdul ki. De megúszta. Legalább nem tudták ellőni. És jönnek a juték egyébként az árakóra. Tehát az Excel. Kérdés az, hogy mi lesz ebből, lemegy amúgy a bomba, az egy egészen érdekes lövés volt, a bomba lent van, tényleg, hiszen végül meghal. Nézzük a ritéket, azonnal jön egy ember áméből, viszont ebben pont belefordult, ha jól látom Norbert, az a kettő HP-jával nem lövi el magát, Nerc, nagyon okos, vár egy kicsit, és végül fémet fejezi be, Norbert még mindig két HP-s, de 2v3-ban egy félig halott társal, op, te szépen lövi el, Jame, az ugrándoló, tesz ezt. Még nem diffúzott. Jame! Az már pofátlan lett volna. Hogy a defuse. Nem bombát. Lehet szedni a bombát. Nem mondod. De be kell érni szép a lövés, és meg lesz szívó. Ne! Az megvan. Azt a minden! Az megvan, igen. Azt a minden! Na ez az a meccs. Ez az a meccs, hogy mondta, hogy nyilván szokon múlik a map, és azt fogjuk látni, hogy egy map ott nyernek rajta. Pedig igen. Nagyon kevés dolgom múlik. Már zsinóban a harmadik kör. Ez parádé. Mennyi ez idő? Ez hatalmas parádé. Másfél másodperc? Hát szerintem annyi se.
Na, az még nekem sem szokott sikerülni. Ouch. Nem láttam jönni. Ezt is hallottam már. Értem, jó? Oké. Szerintem a Virtus Pro se látta jönni ezt a 2v1-et itt most, ami az előbb volt, mert... Halló, lesz király, érsz, bocsánat, mennem kéne. Nerds. Azért nagyot megy az úr. Nem véletlenül mutatják Impact Playernek, ez a relatív egyértelmű volt. Megvagy? Meg. Megmondom őszintén, hogy tehát nem is a hülye viccek, hanem a kör hatása. Mert mit nagyot ütött, nem... szeretem az ilyen jellegű humort. De igen, de még mindig egy kicsit a kör hatása alatt állok, hogy gyakorlatilag egy vert helyzetből Jane megfordítja a kört, aztán a vert helyzetből pedig Nerds is megfordítja a kört, és talán még nem tudom, parádésabb játékkal, mint amit Jane alkotott, pedig az sem volt rossz, és kifejezetten impozáns játék volt. No, hát valami vásárlást összerak magának a Virtus Pro, és lássuk be, hogy ez nem is veszélytelen, továbbra is ott tartunk, hogyha megnyerik ezt a kört, ekóznia kell a Heroiknak, tehát hiába, hogy három kör előnyben játszanak jelen pillanatban Kixanék, egyszerűen 1v1-ek, 2v1-ek, amik igazából jobban jönnek ki egy lépéssel nekik, és nincsen bank, tehát itt még baj is lehet. Egy ákerítő érkezik ebből a vásárlásból a Virtus Pro-nak, viszont elég lassú a kivitelezés, és nem lesz újabb gránátszett, igazából még egy füst van, tehát egy pozíciót majd ki lehet zárni a Electronicnak, de nem rossz ez a setup, amit itt a Heroic felállít, de Dexter nem lövi el magát, úgyhogy sus! Megvan egy, megvan kettő neki! A boostolt duót lövi el! Mert ugye gyakorlatilag rábusztolt a másik player, gyönyörű szép volt. Oké, ez nagyon jól nézett ki, ahogy... De hogy sprayelsz? Tudod, tehát hogy igazából mindent el fogsz találni, mindegy, hogy hova lövöd. Miközben Electronic is összeesik ettől függetlenül, és Frit egyedül marad. Ez pedig már tragédia a Virtus Pro-nak, hiszen az utolsó körre, vélhetően az utolsóra nem lesz bank. Bizony, 3400 dollárból kell majd megoldaniuk az életüket, Flit valószínűleg itt ment egy AK-t, az lesz a legnagyobb tűzereje talán a Virtus Pro-nak. Norbertnél lesz még egyébként annyi pénz, hogy vegyen AK-t Kevóval. A többiek legjobb esetben is Galillal fognak tudni bármit is csinálni, és hát tűzerő ide, tűzerő oda, azért azt gondolom, hogy na ez, amikor az ellenfél így kerül mappontra, hogy tehát amúgy, hogyha most nyomnánk egy tab jobb klikket, és látnánk, hogy hány túlélője volt a Heroicnak körről körre, úgy vannak négy körös előnyben, hogy ez négy darab 1v1, ilyenkor azért van, amikor a tűzerő úgy egy kicsit odébb áll, és elkezded elhinni azt, hogy rosszabbul játszol, és emiatt a lélektan miatt már nem jönnek úgy ki a fejesek, mint előtte. Hát kívánom a Virtus Pro-nak egyébként, hogy, és ritkán hallasz ilyet a számból, de kívánom, hogy ez most ne érje utol őket, mert egyébként azt gondolom, hogy 8 körüket nagyon megérdemelten, akár 10 körüket is nagyon megérdemelten nyerhették volna meg. De most jelenleg nem ezt mutatja a játék ez idáig. Egyetlen egy, bocsánat, 2 darab flash. Ezzel kell majd egy sikeres nemedest abszolválnia valahogy a Virtus Pro-nak. Nem irigylem őket. Szemben mennyi? 8 jutival? Jól látom? Igen. Hát az nem egy egyszerű művelet. Kettelen is vakulnak, de hát ez jelenleg nem jelent semmit. Az égvilágon ugyanis nem pikkel királyuk senki. A B védelmet kicsit ott hagyják, és elmennek felfedező körútra A környékére. Nézzük, hogy a... Igen, inkább úgy tűnik, hogy az elbó megtalálása az, ami fontosabb lesz. Jame. Electronic, kipikkel. Nem talál senkit. Nem is tud előni senkit, viszont szemben vele itt van Nerds, aki várja őket, és szerintem ezt hallotta. Meg is királyunk, esítsd meg! Ezúttal Nerds nem tudja hozni a kört. Érdekes volt, hogy itt nem tudta őket előni, Electronic viszont ugye majdnem belehalt, 12 HP-n marad. Úrás a füstön át. A kontakt B-re közben. Dexter a legjobb kor, vagy mondhatnám, hogy a legrosszabb kor, és megint egy 0 HP-s játékos. Kixan védel, Fém aztán válaszol. Dexternek úgy szintén ott kell lennie, és tartania kell most valahogy a B-rakót, el tudja lőni a flanket. 2v2 be lehet jönni itt a rakóra kévből. Dexter hibázik, Flitnek ott van a következő. 1v2-ben Sius. A Raid Boss, a legerősebb játékos a Heroicnak. Hozott már egy 1v2-es szituációt, 30 HP-s játékosokkal harcolt. Ezúttal pedig a falon keresztül nullhoz egy playert, de nem tudja befejezni. Jön befele, megvan egy! A második is Jusnak! Hihetetlen! Hogy mi van?
Hát emlékszem le ezt a csávót. Berohan, oké, lenullazta plent közben az ellenfelét, de aztán berohan, ellövi, megfordul, és a mögötte kipikkelő játékot is lelövi azonnal. Atya világ, barátom. Ezt a mindenét. Sus, mit játszik Sőt. Ezen a pályán? Hát ez... Hát, megmondom őszintén, hogy na ez az a kör szerintem, ami így beütötte ezt a bizonyos koporsószöget, és én azt gondolom, hogy az összes Virtus Pro-s játékos azt mondja, hogy jó gyerekek, menjünk innen most pihi, és akkor mehet a következő map, mert ezt felejtsük el, tehát ilyen nincsen. Na jó, Nerznek is volt egy nagyon nagy 1v2-je, az a másik ilyen lehetett egyébként, de az, hogy Sius ezt így megoldja, nem tudom, harmadjára, egészen elképesztő, és... Nem. Tehát csak azt tudom mondani, mint amit a Virtus Pro-s játékosok mondtattak, hogy menjünk egy negyed órás szünetre, és folytassuk majd a második pályán.